vagyunk az IT Business Ipar 4.0-as konferenciáján, és ez szerintem nagyon-nagyon jó, hogy egy olyan közönséget vonz, közvetlenül tudja megszólítani azokat a kollégákat, szakmát, és olyan információ megosztást tesz lehetővé, amiből mindannyian tanulhatunk egymástól. Még egy ekkora nagy cég is, mint a miénk, ez az információ megosztás egy sokkal magasabb szintre tudja emelni a teljes szakmának működését ilyen szempontból. Nagyon érdekesek voltak az előadások, én kimondottan kedvelem a kerekasztalokat, mert teljesen más szemszögből több szereplőnek a gondolatmenetét, a szakmaiságát lehet hallani, úgyhogy nagyon jó volt, hogy nem értékesítéstől folyt szó, hanem szakmai konferenciáról, igazi együttműködéstől van szó a konferencián. Itt mindenkinek lehetősége van arra, hogy első kézből szerezzen tapasztalatokat, akár az előadásokon keresztül, akár a kerekasztalokon keresztül, de még inkább úgy, hogy személyesen találkozik azokkal, akik nap mint nap benne élnek ebben, akár a szállítói, akár a felhasználói oldalról. Ezek a szakmai rendezvények, mint például a mai IT Business Ipar 4.0-as rendezvény nagyon-nagyon fontos, egyrészt rengeteg ötletet lehet meríteni mások előadásából. Az ember egy kicsit el tudja helyezni magát a többi gyártóvállalathoz vagy szolgáltatóvállalathoz képest, hogy jelenleg hol tart és hol áll. Én nagyon sok ötlettel és nagyon sok gondolattal megyek haza minden ilyen rendezvényről, a kollégáimat is nagyon buzdítom, hogy jelenjenek meg ilyen rendezvényeken, úgyhogy én és a csapatom nagyon szeretik ezeket. Az ipari digitalizáció az gyakorlatilag minden munkakört érint, és senki sem tudja meg igazából, hogy pontosan hogy lehetne ezt jól csinálni. Nagyon fontosak azok a szakmai fórumok, ahol ki tudunk alakítani jó gyakorlatokat, meg lehet osztani a tudást egymással, hogy mindenki el tudjon indulni ezen az úton. Mindig van olyan gondolat, amit a későbbiekben fel tudok használni. Itt a konferencián a mi témánkhoz kapcsolódóan elsősorban a logisztika terén láttam olyan megoldásokat, amik megmozgatták a fantáziámat. Másrészt pedig a felhőalapú rendszereknek a terjedése és ezeknek a fontossága az, ami megerősített igazából abban, amerre mi is haladunk. A mai konferenciáról rengeteg új dolgot viszek haza, olyan gyakorlatban alkalmazható megoldásokat, amikről én még nem hallottam az elmúlt időszakban.